egy újabb villámkérdéseket fogunk csinálni, és egy nagyon különleges vendégem lesz, ugyanis én magam kevés emberről mondhatom el, hogy a mentorom, őróla úgy gondolom, hogy elmondhatom, viszont még kevesebb ember mondhatja el magáról azt, hogy a magyar GDP-nek az 1-2%-ának a termelése az ő nevéhez köthető. Első vezérigazgatói posztja a Digitál Magyarországnál volt, ami után összeolvadt a Compaq-kal, akkor a Compaq vezérigazgatója lett, és lett egy Hewlett-Packardos összeolvadás is később, ahol a HP-nak lett a vezérigazgatója, ahonnan a Vodafone vezérigazgatója, majd elnök vezérigazgatója lett. Rengeteg díj fűződik a címéhez, az év üzletembere, vállalkozója az Ernst & Young-tól, és még sorolhatnám, de igazából kezdjünk is bele. Beck György a mai vendégem. Gyuri, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethetünk. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm ezt a szép felvezetést. Nekem tényleg egy megtiszteltetés, és az első kérdésem az az lenne, hogy ha már úgy ismerkedtünk meg, hogy digitális generációk, és hogy hogy érzik az egyes generációk egymás között a változást, te mi az a legfontosabb dolog, amit tanultál a szüleidtől, vagy ami az egész életedben elkísért? Azt gondolom, hogy egy alapvető értékrendet tanultam a szüleimtől, ami valóban végigkísér, és hát egyik fő feladatom, hogy próbáljam ezt továbbadni a gyerekeimnek, illetve a környezetemnek, hiszen abszolút mértékben ezt elfogadom, és ugyanúgy értéknek tekintem. Alapvetően itt a család szeretete, a munka szeretete, a környezet és a barátok tisztelete. Mai napig valamilyen szinten ebből élek. Ha a mostani fejeddel találkoznál a 20 éves önmagaddal, mit ajánlanál neki? És tudnál annyi kontextus adni, hogy akkor éppen hol voltál, mit csináltál? Igen, egy érdekes kérdés. Hát 20 éves koromban ugye éppen leszereltem a katonaságot, és elkezdtem a matematikus szakot Szegeden. A legnagyobb dolog az lenne, hogyha át tudnám tenni magamat, akkor én magamat a mostani környezetbe, és ebben a mostani lehetőségek közé kerülhetnék, de hát nyilván ez irreális. Azt hiszem, hogy leginkább, ami nekem a 20-es koromban hiányzott, ha egyáltalán hiányzott, az a típusú vezetői hozzáállás, ami már sokkal inkább a mostani fiatalok számára elérhető. Lesz majd egy kérdésem, az utolsó kérdésem vissza fogok ide csatolni, de most ugrok 10 évet, hogy a 30 éves önmagadnak mit javasolnál a mai fejeddel, és akkor merre jártál éppen? Megtaláltam a feleségemet, sőt, addigra már két gyermekünk is volt. Én küzdöttem a feleségem, hogy legyen meg egy harmadik, és akkor ő még ellenállt, aztán később én győztem. És az egy érdekes, izgalmas időszak volt, pontosan akkor váltottam éppen munkahelyet. Nagyjából azért én egy egyenes pályán, saját magam által kialakított egyenes pályán mozogtam. Ha tanácsolhatnék valamit ma magamnak az akkori időszakra, akkor azt mondanám, hogy egy picit vegyek vissza a lendületből, és tegyek egy picivel többet a család oldalra. Ahogy meg kiolvasom, ez a work-life balance, ugye, amire oda kell figyelni, és a mostani fejeddel azt érzed, hogyha akkor hagytad volna a hangsúlyt ugyanúgy a családon egy picit jobban, attól még ugyanúgy mehetett volna a karriered? Nem feltétlenül lehet ezt, ugye meg utólag nehéz ezt megítélni. Talán nagyjából 90-től, ugye a rendszerváltás után belekerültem egy olyan spirálba, mókuskerékbe, hogy egyszerűen nehéz volt behúzni a féket, hiszen annyi minden, annyi változás történt, ugye a mi generációnk számára tegyen mondhatjuk azt, hogy megértük valamilyen szinten az ország újra építését, és aki ebben részt vehetett, és alkotó részt vehetett, annak ez fantasztikus motiváció volt. És hát azt tudom is, hogy most például a legnagyobb előtérben a család van, és neked nagyon fontosak a családi értékek, és itt kérdezném meg tőled azt, hogy van olyan dolog, amiben változott a látásmódod, a gondolkodásod az elmúlt években? Nagyobb hangsúlyt kapott a még nagyobb hangsúlyt kapott a környezet, a
a valamilyen szintű nevelés az elmúlt időszakban azért már úgy gondolom, hogy legnagyobb feladatom annak a tapasztalatnak az átadása, amit összegyűjtöttem, és ilyen szempontból egy kis hangsúlyeltolódás van a direkt teljesítés versus a tudás átadás költése. Egy picit átmentem a másik oldalra, mert úgy gondolom, hogy egy újabb feladat megoldása helyett 10 embernek átadni a tapasztalataimat, az hasznosabb, jobban megtérül, hogy igazából ilyen típusú eltolódást érzékelek. Szerencsésnek mondhatom magam, mert nagyon sok gondolatot nekem is átadsz, ami segít az életemben. Van olyan, ez lehet egy idézet, vagy valamilyen elv, ami mentén éled, vagy élted az életed? Nem idézett, de illetve saját magamat szoktam kicsit nagyképűen. Nem, azt gondolom, hogy az alap elvem az, hogy egy olyan életet élni, amit a gyerekeim mintaként te tudnak fogadni. Tehát valahol ez volt mindig is a saját mottóm, és azt hiszem, hogy ebbe elértem, amit szerettem volna. Nagyon örömmel, büszke látom, hogy a gyerekeim teljesen hasonló értéken mellett haladnak és dolgoznak előre. Egy Beck György idézet. Szoktak veled ilyen furcsa dolgok történni, amit így furcsálsz magadba, úgy sokszor megtörténik, és hogy miért? Nem nagyon. Szerintem úgy nagyjából egy ilyen végiggondolt és racionális életem van. Tehát a nagyon nagy, ilyen meglepő dolgok nem történnek. Volt az életedben olyan, amit még cikinek éreztél, vagy magaddal nem voltál megelégedve, viszont tudatosan, ahogy ugye nagyon felépített személyiség vagy, változtattál rajta, és túl tudtál lendülni? Igen, voltak ilyen dolgok. Elővezette valaki, hogy kéne egy nagy ügyfélrendezvényt csinálni. Menjünk a Vix Színházba, ott vásároljunk meg egy színdarabot. A dolog nem abban fog kezdődni, hogy kijönnek a színészek, hanem valakinek köszönteni kell az embereket, az ügyfeleket. Na, ő ötlet, mondtam én is, mondták, hogy de szerintünk azért, akinek ki kell jönni, az te vagy. Tehát nem volt egyszerű ugye kiállni a Vix Színház színpadára és 1000 ember előtt beszélni 15 percig, de végül is a dolog az működt, és aztán utána ezt hosszú évekig folyamatosan megismételtük, tehát lépésenként azért kiléptem a komfortzónámból, és egyszerűen utána jöttek az interjúk, igen, interjúk, egyéb dolgok, tehát egyszerűen ezt ilyen szempontból változni tudtam. Szerintem bele kell állni, nekem is pont az életemben van olyan, én sok előadást tartok, és én nagyon féltem, én konkrétan nem bírtam megszólalni, még ilyen vers pont, ahogy mondtad, hogy unokáknál, és volt egy olyan pont az életem, amikor, mert tudtam, hogy csinálják, és azután meg valahogy már a komfortzónán belül lett. Igen, szóval én is azt gondolom, hogy most már igazából abszolút a dolog az működőképes. Látsz valami olyan dolgot a világban, vagy lehet ez több dolog is, amit hülyeségnek tartasz, de mégis sokat tanácsolják, vagy prédikálják, mondják, de szerinted az nem úgy van? A tömegtájékoztatás környékén érzékelek, ez a celebesdi, egyéb dolgokkal nagyon sok embert tudnak mozgatni, és nem látszik az érték mögött, és mégiscsak ugye valahol elég sok pénz odaáramlik, és próbálják az emberek fejét átalakítani. A fordítottja a kérdés, hogy van-e valami olyan dolog, amiben te hiszel, vagy ha a karriered során volt olyan, amiben hittél, de nem tudtad bizonyítani, de te tudtad, hogy úgy van. Én voltam az egyik vezető, a másik oldalon volt egy regionális PC-s vezető, aki folyamatosan azt mondta neki, hogy hát igazából te a PC teheté vagy felelős, ne foglalkozz semmivel és senkivel, minél szebb eredményt ér ezen a területen el, az neked nagyon jó lesz. És én meg próbáltam azt magyarázni, hogy lehet szép eredmény, de az igazából, hogyha az egész ország szépen teljesít, és körülötted olyan emberek, mindenki boldog, nem csak a PC, hanem az egyéb területen is, akkor az többet ér. És hogy tudtad érvényesíteni, és mi volt a stratégia? Igazából úgy tudtam sok beszélgetéssel, a környezetnek az előhozásával, az ember
mélyebb megismerése kapcsán tudtam aztán összekötni olyan dolgokkal, amit őt is befolyásolta. Mindenféleképpen sok munkában és az ember megismerése volt fontos hozzá. Van bármilyen tipped arra, hogy amikor egy embert meg szeretnénk ismerni, akár vezetőként csapatot építeni, hogy mikre kell figyelni magunkban? Mindenféleképpen érdemes valahol kicsit mélyebben megismerni azt, hogy mi az, amit ő motiválja, mik a céljai, mik az elvárásai. Motivációja. A másik dolog a család, környezet, rettentő sokat el tud mondani egy emberről. A kollégákkal is beszélgettünk a legutolsó olvasott könyvről, az útjáról, a családjáról, és az rettentően visszajött. Tehát ugye én úgy tekintem, hogy nagyjából kétfajta vezetési módszer van, nyilván ez a két széles, aztán utána középen lehet. Az egyik méheknek dolgozni kell és termelni a mézet, és alapvetően egy megfélemlítés alapú vezetési stílus. A másik, ami egy ilyen törődés alapú, amikor ugye abszolút az ember úgy érzi, hogy törődnek vele, a véleménye számít, meghallgatják. És van, aki egyik, van, aki a másik irányban mozg. A karrieret nagyon sok embernek inspiráló és példaértékű, és így fölfele ível. De voltak benne kudarcok, és főként olyan kudarcokra lennék kíváncsi, amik kvázi sikeres kudarcok, hogy akkor még nem érezted, de azért, mert az a negatív dolog bekövetkezett, később az hozzájárult egy sikerhez. A dolog az ilyen hullámos, valóban szerencsére fölfelé, de azért voltak benne hullámok. Ugye, ahogy mondtam, én ugye matematikusként, tehát egyetem alatt messze nem azt tanultam, hogy hogyan lehet embereket motiválni, vezetni, hanem különböző integrálás és gyorsfújó transformációkat. Ebből nehezen lehetett levezetni, de azért így úgy haladgattam előre, és gyakorlatilag bármit meg tudtunk csinálni, mert nem tudtuk mi, akkor hívtunk szakembereket. És ennek hatására, és ez ráadásul 90-es évek elején volt, 92-94-ben, amikor ugye a teljes Magyarország éppen átalakult, és rettentő nagy projektek indultak az országba. Úgy éreztük, hogy ha ezek közül egyet megcsinálunk, akkor pillanatot megdupáljuk az eredményt, és robbanunk föl. Úgyhogy nem tudtuk eljutni, hogy melyiket, úgyhogy de három nagy projektre, tehát egy bankra, vámra, tőzsdére, minden háromra beneveztünk, és miután akkor azért a verseny még eléggé vékony volt, gyakorlatilag minden hármat megnyertük, és nekiálltunk a három nagy projektnek, és hát egy hatalmas nagy tanulság volt, tudnék. Folyamatosan azt éreztük, hogy elkezdtük, és aztán jöttek a gödrök, a nehézségek. Nem tudtuk dönteni, hogy melyiket engedjük el, minden hármat folyamatosan csináltuk. Elment egy év, körbenéztünk, kövököt láttuk. Minden három projektet elbuktuk. A cég vezetésének a fele az felállt és elment, és a szélsznek a jó része elment. Tudnék azt érzékelték, hogy a menedzsment semmi más nem fog, csak a nagy projekteket nem érdemesít maradni. Tehát ez egy olyan komoly tanulság volt, és aztán utána erre jött rá az, hogy a cég vezető, az akkori vezetője, a digitális vezetője is úgy gondolta, hogy akkor ennyire ki elég volt, és felállt, és elment. És hát, mert akkor te még kereskedelmi igen, vezető igen, voltál. És akkor ugye jött az európai elnök, és akkor végül is azt mondták, hogy akkor most vegyem át a cégvezetést. Tehát végül is ebből a gödörből egy ilyenhez érkeztem, és egy rettentő tanulságos egy hónap érkezett. Volt egy óriási sikerélmény, háromba indultatok, háromból három meglett, óriási világ tetején voltatok. Nem tudtátok, hogy abból jön a katasztrófa, igen, mind a három kudarc, igen, de mégis ebből a kudarcból személyesen te úgy jöttél ki, hogy te lettél az első vezérigazgatói posztodat, igen, megkaptad, viszont igen, ott is jöttek egy nehéz tanuló dolog, hogy aki egy nagyon jó külső partner lett volna, azt megtanultad, igen, hogy, igen, hogy látni kell, hogy megint a motiváció, amit igen, az előbb mondtál. Vannak olyan fő döntéseid, amik által azzá váltál, aki vagy? Nehéz, néha nehéz döntések, főleg a cégolvad összeolvadások környékén történtek olyan kemény döntések, ami aztán sok dolgot meghatározott. Vodafone-nál ugye egy bronzérmes, egy harmadik helyen álló céget vettem át, ami nem lenne annyira rossz, hanem három cégen összesen a piacon, tehát gyakorlatilag egy utolsó helyről. És hát itt egy után egy pár nagyon
radikális, drasztikus döntést kellett hozni. Látva azt, hogy miből is áll egy mobil szolgáltató, egyrészt az első dolog a hálózat, és jött egy olyan dolog, ami aztán nekem valamilyen színe segített, a Nokia és a Siemens, azok egyesültek. És én az egy-két cégegyesülést már láttam korábban, és tudtam azt, hogy cégegyesülés után az első lépésben ott belső verseny van, és nem az ügyfelekkel foglalkoznak. Tehát látszott az, hogy akkor itt egy helyzet van, nekem valami döntést kell hozni. És aztán körbenézve a piacon, akkor találtunk a kollégáimmal Huawei-re, egy olyan kínai cégre, aki én megkerestem az európai elnöket, megmondtam, hogy ti is, sor végén álltok mi is, két kihívó, álljunk össze és kezdjünk el együtt dolgozni. És hát ez a váltás abszolút bejött, ez az első dolog. Tehát írtuk a stratégiai megalapozást, rá két évre már milyen volt a legjobb hálózat az országban. Tehát ez mobilnál, volt az első nagyon durva pont. A másik dolog, ugye három szolgáltató volt az országban, mindenki úgy szolgáltak az ügyfeleit, hogy voltak saját boltjaik, illetve partnereik. A Vodafone úgy nézett ki, hogy volt 23 saját boltunk, és volt 200 partner boltunk. Saját boltokban gyakorlatilag minden funkciót, mindent meg lehetett vásárolni. A partner boltokban gyakorlatilag szinte semmit. Féltek attól, hogy a partner mit fog csinálni. Egy partner az nem hosszabbíthat szerződést, egy partner nem változtat a szerződésen, egy partnernél a készülékeknek csak egy pici része van, tehát ha jön valaki és azt mondja, hogy őnek lejárt a két éves szerződése, és szeretne meghosszabbítani, akkor két dolgot tudunk mondani. Egyik az, hogy föl a vonatra, és elmegy Szolnokra, Kecskemétre vagy Pestre, vagy megy 50 métert és átmegy a helyi, a velünk szemben lévő Vestel vagy Pannon boltba. Úgyhogy ez nem volt egy jó dolog, és ehhez hozzá kellett rendesen nyúlni az egész rendszer, és olyan átalakítást csinálni a háttér rendszerekbe, a folyamatokba, hogy egyszerűen kinyissuk ezt a 200 boltot, és gyakorlatilag ettől kezdve 23 helyet 223 helyen tudtuk a dolgainkat állni, és beint egy növekedés. A harmadik pedig a ügyfélszolgálat volt. Ügyfélszolgálatunk, amikor jöttem, egy outsourcelt Budapesten, egy pesti cég csinálta, mi vettük fel az embereket, mi képeztük ki, de aztán ők alkalmazták. És azt realizáltuk, hogy az emberek általában fél évenként hagynak el bennünket. Tudjuk, annyi lehetőség volt a Pesten, hogy egyszerűen simán mentek át, nem igazán tudtuk rendesen kiképezni őket, és itt az ötlet az volt, hogy hagyjuk el Pestet, menjünk el vidékre, ahol jobban megbecsüljük azt, hogy valaki egy Vodafone-nak dolgozik. Többen néztünk az országba, és végül is rátaláltunk Miskolcra, ami ma már a második otthonunk, és végül is ott megalapodtunk a városfejletéssel. Nem volt egyszerű, ugye ez 2008-ban volt a gálság idején, amikor éppen minden cég leépített, tehát mi is megkaptuk a Vodafone központtól, hogy akkor az egész világon mindenütt 5%-kal csökkenteni kell a létszámot. Ehhez képest én pedig növelni akartam, hogy kimentem a központba, és mondtam a vezetőknek, hogy hát jöttem Magyarországról, én nekem nem 500, én 10%-ból gondolkodom. Mondták, hogy te 10%-ot nem kell leépíteni, hát az túl sok, nem feladtak kibírni, mondom, Ácsi, én 10%-ra növelni akarom a létszámot. Hát először leestek a székről, de aztán amikor később elmagyaráztam, hogy ez minek kell, mi lesz az eredménye, hogyan fogunk, akkor végül is elfogadták, és meg tudtuk lépni. A plusz egy pedig a saját kollégáknak a hozzáállása volt. Én nagyjából itt ilyen szemben két szélső dolgot látok. Egyik, ha valaki alkalmazotti hozzáállással a dolgokhoz, ez úgynevezett employee mindset, amikor arról szól a dolog, hogy én alkalmazott vagyok, megmondják, hogy mit csináljak, bemegyek, reggel elkezdődik a nap, amit kell, megcsinálok, lehetőleg magyarázzam meg, hogy miért nem lehet bizonyos dolgokat megcsinálni, tehát ez a why not, miért nem lehet, ez az alapigé. És a másik oldalra szemben a tulajdonosi szemlélet, amikor nem vagyok tulajdonos, de úgy érzem, hogy mint az egyen a cég, alapvetően itt ugye nem a munkaidővel foglalkoztat, a megoldandó feladat, tehát a probléma megoldás. Igen, nem az, hogy miért, nem az, hogy hanem hogyan. Tehát igazából kírtam a falra, hogy uraim, vagy kedves kollégák, a why not helyett a how, ez lesz az új szlogán.
És hát ez nagyon sok munkával, de szépen lépésenként sikerült elérni, hogy egyszer az emberek neki ilyen fejfogdál. Kérdeznék, ugyanúgy befektetés, de teljesen más típusú, és még azt is már mondjuk egy ilyen 100 euró alatti, tehát ilyen 20-30 ezer forint alatti befektetés. Van olyan, ami mondjuk a kedvenc befektetés egy kisebb értékben? Nem feltétlen pénzügyi. Egy-egy apró szoftverfejlesztésnek, vagy ötlet megvalósításának, és egy jó pár ilyen dolog volt, amit menet közben. Tényleg, tehát két-három napos munkával, de meg lehetett csinálni, és ettől kezdve egyszer minőségi váltás. Tesztelés. Játékos kérdések jönnek. Hogyha elhelyezhetnél egy óriás plakátot bárhova, és bármit írhatnál rá, hova helyeznéd, és mit írnál rá? A képen lenne egy pár csillogó szemű, különböző korosztályból, különböző nemű ember, és azt írnák ki, hogy mi egy csapat vagyunk. Mi egy csapat vagyunk. Van olyan könyv, amit nagyon sokat ajándékozol? Egyik ilyen könyv, ami olyan szemben egy klasszikus Kalinicznak a jóból tökéletes. Mostanában egy pár embernek ajánlottam a egyetemistáknak is, érdekes, nem mindenki. A Harari-nak most jelennek könyve a Sapiens, illetve a Homo Deus, az emberiség múltja története. Tavaly nagy sláger. Igen, rettentően érdekes, és nagyon sokan ismerik, nagyon sokan nem ismerik, és azt gondolom mindenféleképpen, aki nyitott, annak érdemes ezt a dolgot. Nekem még az olvasási listámon van, de szerintem pont márciusban fogom. Hogy néz ki a napod első 30-60 perc, és van benne bármilyen rutin? Amikor fölkelek, akkor hogy nagyon végig szoktam gondolni, hogy a mai nap az mi az, ami rám vár, mik a fontosabb dolgok, ehhez körülbelül mi kell, és aztán utána indulok el, tehát nem csak úgy beugrok a napba, hanem általában végig gondolom azt, hogy mi vár rám az nap. Vannak e-mailezési trükkjeid? Amit elvállaltam, beterveztem, és nem fejeztem még, az mindig ott van. De addig ott van, ameddig valami ott van, egy hónap vagy kettő, mert akkor ígértem meg. Nekem mondtál egy trükköt, amit igazából a csapatodtól tanultál, az pedig az, hogy nagyon későn, akár éjszaka küldtél levelet, és ezt megváltoztattad. Igen, ez egy érdekes, tanulságos dolog volt. Megkértem vezetőket, hogy itt van gyerekek, három flipchart, ide írjátok fel azt, hogy mi az, amit csináljunk tovább, vagy én nekem üzentek, hogy csináljam tovább, mi az, amit hagyjak abba, és mi az, amit pedig kezdjek el. Mit hagyjak, ahol milyen figyeljek, az volt, hogy hagyjam abba a munkaidő után küldött leveleket, vagy levelek küldését, illetve a hétvégi levelek küldését. A főnökétől kap egy levelet, akkor úgy érzi, hogy akkor neki azonnal válaszolnak, és ott hagyok, hogy mindent is neki áll. És ugye pont most már vannak olyan túlok, amiket akár Gmailbe, Outlookba be lehet rakni, amiben be tudod állítani, hogy mikor menjen ki, tehát késleltetni tudod alapból a küldést. És mondtam az elején az interneten, az utolsó kérdésbe vissza fogok térni, hogy ha egy olyat kívánhatnál, hogy most lehetnél mondjuk 20 éves, és ugye például ez a túl is. És nem feltétlenül az, hogy egy ilyen időgépet építsünk most, bár valaki egy ilyen választ is mondott, de ha bármi, minden erőforrás a rendelkezésedre állna, és bármit csinálhatnál, mi lenne az? A már említett Harari könyvnek a Homo Deusából, ahogy azt vizionálja, hogy a orvostudomány olyan szinten erre fog haladni, hogy a 120-150 évre fog az átlag életkor fölfutni. Én ugye most már bőven 60 év után azért azt látom, hogy a mostani állapotokban, bár mindent megteszek, meg sportolok, de azért ez most már véges, ami előttem van. Tehát, hogy ezt valamilyen szinten meg tudnám drasztikusan hosszabbítani, és azon, hogy még van újabb 50 éve, 60 évem, az egy nagyon nagy dolog lenne, mert egyszer látnám nyilván a családomnak a további élését, illetve a világba, a most elkövetkező változásokat egyszerűen meg tudnám még érni, az rettentő izgalmas dolog lenne.
ez a beszélgetés is nagyon jó volt, Gyuri, nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm szépen. Köszönöm. Nektek is köszönöm, hogy néztétek. Hogyha tetszett, nyomjatok rá egy lájkot, és osszátok meg. Ezek olyan gondolatok, amiket megéri megosztani, és hogyha még nem vagytok feliratkozva, iratkozzatok fel, hiszen jövünk még ilyen interjúkkal. Sziasztok!